Az az ő döntése, hogy a privátban ő levetkőzik, vagy nem vetkőzik. Én nagyon nagyra becsülöm egyébként Gattyán Györgyöt. Legnagyobb meglepetése, hogyha ő az 1%-nál nagyobb eredményt el tudna érni. Én győztesként indultam el ezen a választáson. Ki fog indulni Hódmezővásárhely, Csongrád megyének abban a körzetében, ahol a Lázár János és Márki-Zay Péter indul? Nem mondom el. Az elmúlt hónapok közéleti nyilvánosságából jelentős szeletet hasított ki Gattyán György, online szexiparból meggazdagodott multimilliárdos. Gattyán György a vendége. Gattyán György lesz a vendégem. Gattyán Györggyel beszélgetünk. Sorra adja az interjúkat, tele van az ország az óriás plakátjaival, járja a vidéket, és már arról beszél, hogy a néhány hete bejegyzett pártjával akár kétharmadot is szerezhet a választásokon. Matematikailag kijön a kétharmad. A Telex magyarázó legújabb részében a Gattyán jelenséget és annak politikai következményeit járjuk körül. Mielőtt belekezdenénk, iratkozzatok fel a csatornánkra, és támogassátok a Telexet. Gattyán György azon kevesek egyike Magyarországon, akik a politikától függetlenül hoztak össze 100 milliárdos vagyont. Ő maga self-made man-nek tartja magát. Foglalkozik divattal, sporttal, felsőoktatással. A G7 számításai szerint azonban a bevételének legfőbb forrása a szexiparból származik. Bár első és második pillantása a live Jasmine tele van mesztelen nőkkel, Gattyán az oldalra csak úgy hivatkozik, mint egy webcam szolgáltatása, ami elsősorban a kommunikációról szól. Mi ugye egy webcames iparággal foglalkozunk, ahol épp hogy esélyt adunk rengeteg nőnek, hogy a világ bármely pontjáról pénzt kereshessen. Az az ő döntése, hogy a privátban ő levetkőzik, vagy nem vetkőzik. A privátaink lényege, mivel ezek több órás beszélgetések, a kommunikáció. A legjobban kereső modellek nálunk a legjobb kommunikátorok. Akárhonnan nézzük, a vállalkozás üzleti modellje nők testének áruba bocsájtására épül. A nyilvánosságban csak legtöbbször pornómilliárdosként apostrofált üzletember azt is mondja, hogy lényegében mindenki benézi, hogy mivel foglalkozik a cége. Ezt már rengetegszer nyilatkoztam, hogy ha valaki ismerné, hogy hogy működik a social media business, és hogy működik a webcam business, akkor értené, hogy miről beszél. Aki minket általában minősít, ugye nagy valószínűséggel soha nem volt se modellünk, sem memberünk, se semmilyen partnerünk. Ha meglepő lenne, hogyha valamelyik igen, politikus akkor egyszer csak ott ülne valami ablakában. De akkor honnan tudná, hogy hogy működik az üzlet? Az üzlet minden esetre kiválóan megy Gattyánnak, akinek a vagyonát ma a Forbes 245 milliárd forintra becsüli. Sokat lehetne beszélni az üzletember szakmai életútjáról és családi hátteréről, de ez a videó most inkább arról szól, hogy miért szállhatott be a választások előtti utolsó pillanatokban a politikába. Gattyán György egy sikeres üzletember, aki nem veszi félváról, ha valamit csinál. Ez onnan is látszik, hogy kikkel vette körül magát a politikai vállalkozásában. A csapatában van például erdélyi Superman Zsolt reklámszakember, aki legutóbb akkor került Rivalda fénybe, amikor közreműködött a régi Index szerkesztőségének szétverésében. Ha egy darab ilyen jó választ akarsz erre, ami tényleg bennem van, és ami a legeslegőszintébb valóm az Indexel kapcsolatban, az a helyzet, hogy 300 embert ismerek, aki valóban kollaborál ezzel a hatalommal. Én vagyok az egyetlen fasz közülük, aki ezt névvel teszi. A pornó milliárdos első politikai megjelenése egy kőkemény PR interjú volt, amelyet Jakubcsek Gabriella készített. Ennek a beszélgetésnek az lehetett a célja, hogy közelebb hozza a nézőkhöz az üzletembert. Hogy talán össze lehet hasonlítani a pénzt egy folyóval. Ugye a pénz az akkor jó, hogyha áramlik. Hogyha valaki, már többször talán említettem, a párna alatt a bankszámlán tartja, én azt gondolom, hogy az nem jó senkinek. Az áramlás, hogyha a folyó áramlik, de valaki egy gátat szab neki, akkor persze ő a maga kis bizniszét a kis turbinákkal megcsinálhatja, de a gát mögött elapad minden, kiszárad. Az interjú fizetett hirdetésként is megjelent a nyilvánosság jelentős felületein. Novemberben lényegében a csapból is az folyt, hogy Gattyán hogyan készül a magyarság megmentésére. Szépen fog hangzani, hogy jobbá tegyük a világot, de ha nem is a világot, ha csak mondjuk Magyarországot, vagy a közvetlen környezet. Egyszerűen sokszor azon gondolkodom, ugye régen volt ilyen tiszta udvar, rendes ház. Igen, tényleg. Mondom, mi lenne, hogyha egyszer csak egyszerűen az utcán összeszednénk a szemetet? Az olyan jó lenne, hogy például ezt hogy lehet megszervezni? Jó, ezt el tudom képzelni délelőtt, mert legendásan precíz. Igen, egy májusi szombat délelőtt fölkeljünk, és az a program, hogy Magyarország, semmi 50 méter jobbra-balra,
összeszedi a szemetet. Röviddel ezután adott egy interjút Friderikus Sándornak is. Az egykori tévés műsorvezető azt a címet adta a beszélgetésnek, hogy Gattyán komolyan gondolja. Csak éppen az nem derült ki, hogy mit is gondol komolyan, és hogy pontosan milyen közéleti szerepre is készül az üzletember. Ez nem egy bújtatott pártászerveződés, csak egyelőre a mozgalom álcáját öltötte magára? Én fontosnak tartom azt, hogy aki tehet Magyarországért, az tegyen érte. Ha elég az, hogy elindítottuk ezt a kérdéssorozatot, akkor ennyit tettünk az országért. Ha ez nem elég, akkor tovább lépünk. Egy hónappal az interjú után Gattyán pártját már be is jegyezték, vagyis már ezen a ponton is tudhatta, hogy milyen forgatókönyv mentén fog haladni. Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom alelnöke azt mondta a Telexnek, hogy novemberben, azaz már az említett média megjelenések idején is arról beszéltek Gattyánnal, hogy el fognak indulni a választásokon. Mikor jutott ön személyesen arra az elhatározásra, hogy el akar indulni a választásokon? Én most se szívesen indulok a választásokon. Gattyán György, amikor megkérdezte, hogy csináljuk, mondtam, hogy természetesen csináljuk. De mikor volt az a beszélgetés a Gattyán György és ön között, amikor megkérdezte a Gattyán önt, hogy mit gondol erről az egész? Nem, tehát november körül lehetett. Gattyán a digitalizáció ígéretével kampányol. Erről azt mondja, hogy az ország problémáira lényegében önmagában megoldás jelentene. Ez a nyomja meg a gombot, ez egy nagyon leegyszerűsített kifejezése annak, hogy a digitalizációval el lehet indítani a gazdaságot. És hogyha a digitalizációt elindítja, akkor mi történik? Akkor be fog indulni a gazdaság. Hogyha csak azt nézzük... Automatikusan? Részben automatikusan, igen. A programról egyelőre kevés konkrétumot tudunk. De ennél is érdekesebb, hogy Gattyán milyen eredményt remél a politikai szerepvállalásától. Matematikailag, tudom, hogy nagy szó, matematikailag kijön a kétharmad, hogyha az ellenzéki összefogás szavazatait és a mi pártaink szavazatait összeadjuk majd, akkor annak elégnek kell lennie a kormányváltáshoz. A miniszterelnökség, ha úgy alakul, akkor elvállalom, de a lehető legrövidebb időre. Gattyán pártjának alelnökétől is megkérdeztük, hogy mivel lenne elégedett április 3-a után. Huszár Viktor azt mondta, hogy az 5%-tól lényegében a kétharmadig bárminek örülnének. Számokra lefordítva minimum elvárásunk az 5%. Nagyon-nagyon-nagyon örülnénk neki, ha velünk együtt nagyot álmodnak, az a kétharmad, és hogyha 15-18%-ot érünk el, akkor bebizonyítottuk, hogy ebben az országban vannak szunnyadó erők, akik szeretnének változást. A Huszárra készült beszélgetésünk legérdekesebb része egyébként az volt, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogyan áll szervezetileg a pártjuk, illetve hogy megvannak-e már az egyéni jelöltjeik. Hány tagja van a pártnak? Vagy a mozgalomnak? Ez nem egy publikus adat, de a civil és független megközelítésben itt nem kell, hogy bárki belépjen a pártba. Azt tudja, hogy most egy-egy körzetre, hogyha ugye azt mondta, hogy megvannak a jelöltjeik, hogy mondjuk ki fog indulni például a Hódmezővásárhely, Csongrád megyének abban a körzetében, ahol a Lázár János és a Márki-Zay Péter indul. Igen, tudom. Hogy hívják? Nem mondom el. Majd mi is publikáljuk. Miért ön tudja, hogy ki indul az ellenzék részéről? Hát a Márki-Zay Péter. Világos, de mondjuk a többi helyen, vagy majd van a lista? Meg. Persze, igen. Az előválasztáson dölt el, hogy kit lesznek az egyéni jelöltjei az ellenzéknek. Nem, bocsánat, tehát a fideszes listára gondoltam. Tehát a fideszes lista most jött ki. Az tegnap. Igen. Igen. Tehát a fideszes lista, meg az ellenzéki lista publikus, a miénk, az majd publikus lesz. Február 12-től lehet aláírás gyűjteni. De akkor van mondjuk a fejében egy név, hogy mit a 12. kerületi hegyvidéki választó kerületben ki fog indulni? Nekünk adatbázisunk van, meg tudom nézni. Igen. Mondja már meg, hogyha most meg tudja nézni. Az, hogy ki, azt nem fogom megmondani, de egyébként meg tudjuk nézni, persze. A Huszárra készült beszélgetésünk óta elkezdték adagolni a neveket, és amikor ezt a videót rögzítjük, már azt is tudjuk, hogy egyéniben fogják indítani Déteri Lajos egykori labdarúgót, illetve VV Tomi Bolyt is. Gattyán György és pártja körül nem is az a legfontosabb kérdés, hogy kik fognak indulni egyéniben, vagy kik fognak szerepelni a listájukon, hanem hogy honnan kerültek elő néhány hónappal a választások előtt.
Török Gábor szerint az üzletember színre lépésére lehetne logikus magyarázat is. Gattyán György és hasonló üzletemberek pillanatok alatt nagyon komoly pártokat tettek össze, és nagyon jelentős választási eredményeket értek el Csehországtól, Bulgárián át, egészen nem is tudom meddig. Találunk olyan, tudnék mondani olyan szereplőket, akik az üzleti életből belépve, saját magukról elnevezve gyakran a pártjukat, 5-6-7-8-9-10% szereztek, és részeivé váltak a politikai versenynek. Én vártam, hogy ez előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik, de amit eddig ebből látunk, az nem ez. Már csak azért sem, mert Gattyán eddig semmilyen módon nem vett részt a politikában, és nem is beszélt közéleti kérdésekről. Róna Jegónak arra a felvetésére, hogy miben más a mostani helyzet, mint 2010 óta bármikor, a következőt mondta. Akkor még nem voltam 50 éves, és főleg az üzletre koncentráltam. Az üzleti dolgaink rendben vannak, és így jött ez a kérdés. Akkor a saját életében volt űr igazából, nem? Így is fogalmazhatjuk. Ugye Friderikus úr megfogalmazta, hogy a pénz tetejéről jött ez a gondolat. Ezt is elvállalom. Onnan is jöhetett ez a gondolat, de elsődlegesen tenni akartunk az országért. Bár Gattyán az interjúkban következetesen arról beszél, hogy leszeretné váltani a kormányt, a felbukkanása óta szinte folyamatosan arról jelennek meg információk, hogy milyen szálakon kapcsolódik a NER-hez. Ön azt állítja, hogy ennek köze van a Fideszhez? Én azt állítom, igen. Uh-huh. Mire alapozza ezt az állítását? Az, hogy nem vagyok teljesen idióta, elnök úr. Karácsony Gergely szerint a kormánypárti médiában felfújt városházaügy mögött a Fidesz áll. Ennek a történetnek pedig van egy olyan leágazása is, amely Gattyán György pártjához kapcsolódik. Az orosz politikában ismert zavarkeltés politikájához keresünk még szereplőket. Itt van ugye Gattyán György, egy pillanatra ugorjunk még vissza az előző szlájdhoz. Fontos tudniuk, hogy ebben a beruházásban, amikor a család legfontosabb szereplője Huszár Viktor, aki még ebben a kerületi kérésen, még ebben a házban is tárgyalt a fővárosi önkormányzat tisztségviselőivel egyébként eredménytelenül, de ő a Gattyán párt alelnöke, tehát azt gondolom, hogy lehet látni, hogy hogyan próbálnak különböző a Fidesz gazdasági holdudvárához tartozó szereplők beavatkozni a magyar belpolitikába. A Telex is megírta, hogy annak az orosz oligarchának, aki Bajnai Gordonnal tárgyalt a városháza lehetséges megvásárlásáról, az egyik fontos üzlettársa Huszár Viktor, aki Gattyán pártjának az alelnöke lett. Mit szólt ahhoz, amikor a ön egyik fontos üzlettársa Ruszlán Rahimkulov felbukkant a városháza ügyben, és kiderült, hogy ő egy ilyen konspiratív találkozón vett részt a Bajnai Gordonnal, és erről aztán kijöttek hangfelvételek. Semmit. Aki ezt az ügyet a sajtóból megismerte, abban felmerül a kétely. Maradjunk ennyibe. Én az üzlettársaimat nem fogom megkérdőjelezni. Azt gondolom, hogy ha eladó, ha nem eladó, ők tárgyaltak, az ő dolguk, innentől kezdve miről beszélünk? Huszártól azt is megkérdeztük, hogyan érinti az, hogy a sajtóban hetek óta téma, hogy ő, vagy éppen a pártja, hogyan kapcsolódik a NER-hez. Az én rezgés szintemet azért nem érik el ezek, mert én egy kutató vagyok. Ráadásul van nemzetközi publikáció. Huszár azt is mondta, hogy nekik vannak fideszes és kormánykritikus szereplőkkel is üzleti kapcsolataik. Ez azonban szerinte nem befolyásolja őket a politikai szerepvállalásukban. Aki kíváncsi az összefonódások részleteire, annak a Telex cikkei mellett ajánljuk például a Válasz Online írását, amelyben 7 pontban mutatták be Gattyánék neres kötődéseit. Huszár mellett Gattyán is minden fronton elmondja, hogy ők bizony nem a Fidesz megbízásából léptek be a politikába. Az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje viszont azt mondja, hogy ez a formáció is az ellenzéki szavazatok megosztására utazik. Aki ellenzéki, az az előválasztáson megmérettette magát, azokat a körzeteket, amit megnyert, azokban a teljes ellenzék mögé állt, az összes többi körzetben pedig ő állt a többi pártnak a jelöltje mögé, vagy a civilek mögé, ezek voltak az ellenzékiek. Az összes többi, aki azóta jelentkezik, annak egyetlen egy célja van, és nyilvánvalóan a Fidesz érdekét szolgálja, ők meg akarják osztani a szavazatokat. A különböző céges és személyes kapcsolatrendszerek valakit vagy meggyőznek, vagy nem. De számos jel utal arra, hogy Gattyánék megjelenése alapvetően a Fidesznek lehet hasznos. Gattyán kormányváltásról beszél, tehát automatikusan nem a fideszeseket, hanem az ellenzékieket és főleg a bizonytalanokat akarja megszólítani. Gattyán színre lépése emiatt a kormánykritikus nyilvánosságot foglalkoztatja. Rendszeres vendég az ATV legnézettebb politikai műsorában, számos interjút készített vele a független sajtó is. A Kesme Univerzum viszont lényegében ignorálja, ami azt is jelenti, hogy a Fidesznek nem érdeke őket szerepeltetni. Gattyán az ellenzéki politikusokat hívta keringőre, mondván fogjanak össze vele is, együtt leválthatják Orbánt.
Ez azt is jelenti, hogy az ellenzéki politikusoknak heteken keresztül azzal is kellett foglalkozniuk, hogy mit reagál a Gattyán felvetéseire, elveszítve ezzel értékes perceket a műsoridőből. És ha már műsoridő, Gattyán éppen elég erős húzónév ahhoz, hogy a személye mindenféle találgatásokra és konteókra okot adhasson. Ez pedig akár valamilyen szinten az emberek összezavarására is alkalmas lehet. Nekem szent meggyőződésem, hogy a MZB-t le fogják szedni a parlamentben. Tehát nem éri meg a kampány végét? Én azt hiszem, hogy nem éri meg. És akkor lehet, hogy jön Gattyán György. Szerintem a Gattyán van kiszemelve. Igen? Miniszterelnök jelölt? Én azt gondolom, igen. Ez a jóslat nem jött be, Márkizait nem cserélték le Gattyára, és bár a média sokat foglalkozott a pornómilliárdossal, Török Gábor szerint ez a történet politikai értelemben lényegében súlytalan. Az lenne szerintem a választás legnagyobb meglepetése, hogyha ő az 1%-nál nagyobb eredményt el tudna érni. Az, de fog tudni listát állítani, jelölteket indítani? Hát az is nagyon meglepne, igen. Bár ahogyan az előbb végigvettük, Gattyán megjelenése leginkább a Fidesznek lehet hasznos, ez a terep azért vékony gyiglet a kormánypártoknak is. A pornómilliárdos üzletember esete bizonyos szempontból hasonló a büntetőfékező herevasolóihoz is. Október 1-én, amikor már kellően félni és izgulni fognak a többi jelölt, akkor én előjövök a teljes programomban. Berki Krisztián 2019-es indulása azért volt kedvező a Fidesznek, mert rajta keresztül bemutathatták, hogy az ellenzék cirkuszt csinálna a fővárosból, és hogy Karácsony Gergely nagyjából annyira komoly szereplő, mint Berki. Inkább arról beszéljünk, hogy kit tekintőn igazi ellenfelének a helyhatósági választásokon? Én nagyon sokszor mondtam ezt egy picit fellegzősen, hogy vagyok én és a többiek. Ezt továbbra is fenntartom egyébként, hiszen én győztesként indultam el ezen a választáson, és 13-án nagyon bízok benne a 2% ellenére, hogy engem fognak megválasztani a budapesti választópolgárok. A Fidesz szempontjából az intőjel nem elsősorban az, hogy Berkire csupán 4000-en szavaztak, hanem az, hogy a celeb indulása azt a képzetet keltette a választókban, hogy a Fidesz kifejezetten színvonaltalan eszközökkel akarja befolyásolni a választásokat. Gattyán indulása egyelőre talán csak némi médiazaj keltésére alkalmas. De mint az elején is láttuk, az erőforrásai lényegében korlátlanok, ha akarja, még sokkal fejebb tudja csavarni a hangerőt. De ebben a forgatókönyvben ott van a veszély is, hogy ezzel végső soron nem az ellenzéknek, hanem a Fidesznek fog ártani. Ha fontosnak tartod a munkánkat, támogasd a Telexet és iratkozz fel a csatornánkra is.